Szép estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ezúttal egy programajánlóval jelentkezünk, mégpedig azért, mert az elmúlt időszakban megszokhattuk, hogy a Kápolnásnyéki Halászkastélyban remek kulturális programok vannak. Örülhetünk neki, hogy itt Székesfehérvár közelében, ilyen gyönyörű helyen, fantasztikusan felújított halászkastélyban nagyon nívós, rangos kiállítások, koncertek szerepelnek a műsoron. Vendégem Rodi Chester, a Halászkastély lelke és vezetője. Tisztelettel köszöntöm. Mégpedig azért, mert hogy elolvastam az idei kínálatot nyáron, a nyárit, és pazar programok, mit ne mondjak. Az első mindjárt itt van, amelynek szombaton volt a megnyitója. Ugye Székesfehérváron már járt a centenáriumi első világháborús kiállítás, a nagy világégésről a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve Schmidt Máriáék egy csoda pillanatokat varázsoltak nekünk. Olyan interaktív, asszociációs készséget is igénybe vevő csodakiállítás ez, ami azt hiszem, hogy miután lehetünk büszkék, ha nem kéne emlékeznünk és szomorúan tekintenünk a tárgyi történetekre és mindarra, amit megmutatnak nekünk. Hogy sikerült ezt a gömbsátras tárlatot Kápolnásnyékre csábítani? Hát egyrészt, mert nagyon szerettük volna, hogyha bemutathatjuk itt a kastély környezetében, vagy a Velencei tó közelében is ezt az egészen különleges installációt és gyűjteményt és interaktív kiállítást. Másrészt nyilván a szerencse is egy picit közrejátszott, mert pont úgy jött ki ennek a vándorkiállításnak a programja, hogy be tudták illeszteni a nyári időszámításba ezt a szűk hetet. Egészen pontosan 14-éig látogatható a kiállítás a Halászkastély parkolója melletti téren. És hát nagyon izgalmas, egyrészt egészen különleges látványt nyújt a háttérben a megújult kastéllyal és a parkkal. Ez az UFO-ra emlékeztető képződmény. És hát azt hiszem, hogy különösen most ugye június 4-é is egészen közel van hozzánk, tehát nagyon sok apropója van annak, hogy aktuális erről gondolkodni, ezt a lehetőséget megadni a környékbelieknek. És ha bár itt van az iskola év vége, hála Istennek nagyon-nagyon sok iskolai csoport jelentkezett be azért, hogy ezeken a foglalkozásokon, hiszen a sátorban a Nemzeti Múzeum munkatársai animátorként vagy múzeumpedagógiai foglalkozás vezetőként egy-egy foglalkozást is nyújtanak a fiataloknak, és ezáltal még közelebb tudják hozni azt a világot, amire hála Istennek nekik már nem nagyon kell, vagy nem nagyon tudnak ehhez közvetlenül kapcsolódni, de mégis azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen az a lehetőség, hogy valamilyen módon felfogják, hogy mi is történt akkor, és hogy ez miért rendkívül meghatározó mindenkinek, aki Magyarországon él és magyarnak vallja magát. Így van, hiszen ebben a tárlatban volt szerencsém tüzetesen megnézni, amikor itt volt Fehérváron. A hagyományos, tehát a tradicionális múzeumpedagógiai eszközökön túl azért ott van az az interaktív szemlélet, ami a ma fiatalját is megszólítja, hiszen az installációk is fantasztikusak, és hát a hagyományos termektől kicsit előtt nyilvánvaló, de ez miatt ne fanyalogjunk, mert minden ott van, amit 1914-től 18-ig tudnunk kell az első világháborúban, és ez nem kevés. Én azt gondolom, hogy ez dicséri a tárlat rendezőit, szerkesztőit is. Igen, hát a kiállítás főkurátora Császtvai Tünde, vele is nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, és nagyon örülök, hogy ő vele is, én azt remélem, hogy egy gyümölcsöző kapcsolat vagy együttműködés indulhatott el, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy a Velencei tópartján most lehetősége nyílik az ott élőknek, vagy az odalátogatóknak, akár már a hétvégén a nyári meleg elől menekülőknek is, hogy egy egészen különleges világba varázsolódjanak el, és ugyanakkor emlékezzenek és tanuljanak. Igen, hát Bátonyi György látványterve fantasztikus, és nem véletlenül támogatta az EMMI, a Nemzeti Kulturális Alap, az első világháborús centenáriumi emlékbizottság és a többi. Hát én azt gondolom, hogy természetesen, ahogy mi majd egy hosszabb műsorban is beszámolunk erről a kiállításról, mindenkinek javasolom, hogy látogasson el, hiszen június meddig? És június 14-ig, 10 órától egészen este 9-ig látogatható ingyenesen.
a tárlat, és esténként filmvetítés is lesz a sátor oldalán. Igen, és utána pedig következik június 16-ától egy programfolyam. Igen, nagyon sűrűre sikerült. Ez olyan, mint a Mississippi, tágas, szép és fantasztikus dolog. Levendula nap. A levendula egyre inkább népszerű. Nem csak gyönyörűséges, szép növény, de én azt gondolom, hogy ez a nyíló levendula jegyében olvasom a Kastélyparkban. Igen, hát egyrészt a családok éve van, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy legyen ez a családok napja a Halászkastélyban, és így is hirdettük meg, hogy egy hagyományteremtő családi nap ez a levendula jegyében, hiszen a Kastélyparkjában is gyönyörű szép levendula ültetvények nyílnak most már. Nyilván nem olyan hatalmasak, mint amit Tihanyban láthatunk például, de dísznek és illatnak nagyon szép, és háttérnek. És a levendula játszóházzal együttműködve tényleg mindent lehet majd csinálni, ami a levendulához bármilyen módon kapcsolódik. Lehet majd gyönyörű szép kincseket készíteni levendulával, illatzsákot, aztán kézműveskedni a levendulával, aztán lesz levendula szörp, meg lehet kóstolni, lesz levendulás keksz, azt is meg lehet kóstolni, és egyáltalán beéljük a kastély tereit a parkban is, és a kastély épületén belül is, különböző állomások, különböző foglalkozások, és természetesen a levendulával kapcsolatos termékekre, tehát azoknak a megvásárlására is számíthat, aki eljön hozzánk majd. Igen, mert a belső terek fontosak. Ugyan nemrégiben ért véget a Győri Mesterek kiállítása. Hála Istennek ott is ott voltunk. Ugye Borkai Zsolt olimpiai bajnokunk, aki Győr város polgármestere segítségével, illetve a kurátorok segítségével sikerült egy nagyszerű kiállítást létrehozni. Most viszont ívek és hajlítások, ugye ez június 15-én van, tehát a levendula nap előtti este a megnyitó, és Szűcs László nagyszerű kis plasztikáit láthatjuk. Pontosítok egy picit, még ott vannak a győri mesterek, egészen szeptember végéig, így van. És ezt a kiállítást egészíti majd ki Szűcs László egészen különleges formavilágot bemutató, tényleg csodálatosan szép alkotásai, fával és kővel dolgozik ő, és csak egy darabot is öröm megnézni, de amikor ebből sok van egy térben, az tényleg lenyűgözően szép látványt nyújt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kiállítás is, ahogyan korábban a Ferenci kiállításból beköltözött például az Arany János Vándor kiállítás is, azt is nagyon szerették a látogatók, hogy nevezzük így, hogy egyet fizet, kettőt kap, tehát hogy azzal, hogy a Művészet közelben című tárlatot megtekinti, elmélyülhet egy kicsit az ívek és a hajlítások világában is Szűcs Lászlónak. Nem maradhat ki a zene, napra pontosan egy hétre rá jön a barokk. Barokk évét üljük, úgyhogy ez nem csoda. Amor, tormento, egelózia, szerelem, gyötrelem és féltékenység. Jókai erre azt mondaná, hogy ki nőben bízik, szelet szánt és tengerbe vett magot. De ez természetesen nem egészen így van, hiszen Handel operáiból lesznek részletek, egy egész jó csapat a közreműködő. Igen, egészen figyelemre méltó a csapat, így van. Nagy örömömre a nyáron el tudtuk indítani a Kastély koncert sorozatot. Az első alkalom az június 1-én volt, egy Mozart estel. Kezdtük az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és Ács János. Voltak a vendégeink, és azt kell mondjam, hogy varázslat történt. Minden résztvevő, nem csak a zenészek, hanem a közönség soraiban is ájuldozva jöttek utána oda hozzám, hogy ők még ilyet sose hallottak. Mert hogy valószínűleg a titok nyitja az, hogy az épületnek a hátsó teraszán és a park felé eső oldalán alakítottuk ki ezt a koncertterületet, és az épület maga olyan lehetőséget ad a hangok megszólaltatására, olyan akusztikus közeget teremt, hogy csoda született. Igen, mert Ács Jánosról tudjuk, és nem csak azért, mert a három tenor karmestereként egy ragyogó ember is áthatjuk a sorsot, hogy Székesfehérvárra került, hanem azért is, hogy rendkívül rátart érdemű szempontból. Nemrégiben volt a Borivárban egy hangversenye, és hát ott is megfigyeltük, hogy mennyire akkurátusan figyeli a hangzást. Úgyhogy már is itt a lehetőség, annál is inkább, hiszen a nyári szabadtéri koncerteknek, és itt
nem csak a könnyű zenei koncerteknek, hanem a komoly zene, a klasszikus zene rajongóinak is igenis helye van egy olyan csodálatos kastélyparkban, mint a Halász kastélye nyilvánvaló. Tehát akkor barokk gyöngyszemek lesz. Tehát akkor barokk gyöngyszemek június 23-án múzeumok éjszakája egyben. Úgyhogy a Szavária barokk zenekar, Jónás Kriszta, Ducanóra és Neubauer Lórend lesznek azok, akik az énektudásukkal és a hangszeres tudásukkal elvarázsolnak minket. Azt hiszem, hogy ez is egy egészen különleges és nagyon igényes és nagyon szép hangverseny lesz, és utána pedig egy rendhagyó tárlatvezetéssel készülünk, amely a Művészet közelben című kiállítás és az Évek és hajlítások kiállítás tereiben. A hónap végén Pogány Gábor Benő szabadtéri szobrai. Már csak az is, hogy a kiállítás megnyitására sikerült meggyőzniük Léva Janikót, én azt gondolom, hogy aki művészet szerető, tehát azt tudjuk régről, hogy alapvetésnek tartja, hogy otthon legyen, és otthon érezze magát mindenki, úgyhogy ez azt hiszem, hogy ez megint csak egy milliós program. Igen, ez egy nagyon-nagyon szép és izgalmas programnak ígérkezik. Estére tettük, vagy kora estére, 17 órakor kezdődik, és Pogány Gábor Benő szabadtéri szobrait fogja felavatni Anikó asszony, ami azt hiszem, hogy mivel már az épületben nem lesz hely, muszáj volt keresnünk valami teret az újabb kiállításnak, de a viccet félretéve tényleg egy nagyon érdekes és különleges installáció, vagy szoborgyűjtemény lesz az, amit majd megtekinthetnek a látogatók a Kastély parkjában elhelyezve, és utána egy kisebb koncert is készül Pogány Gábor Benő és az ő kollégái, barátai örömzenélnek majd a kiállítás megnyitó keretében, úgyhogy azt hiszem, hogy egy nagyon szép este elé nézünk akkor is. Júliusban, a hét végén, az első 7-én Demenév misék. Demenév misi, a virtuózokból ismerjük, ugye ő is Miklós Erika egyik nagy kedvence harmonikásként. Én azt gondolom, amikor itt volt Fehérváron, akkor meggyőzött bennünket, hogy ő valódi virtuóz, és Tálas Áronnal, aki zongorán fogja kísérni őt, azt hiszem, hogy egy különleges duót alkotnak. Hát szerintem fantasztikus lesz ez is. Amikor összeállítottam ezt a kastélykoncert sorozatot, akkor igyekeztem olyan előadókat egymás mellé válogatni, akik biztosítják azt, hogy könnyed, nyáresti, hangulatos, de nagyon igényes és nagyon különleges koncertekre számíthat az, aki részt vesz ezeken és eljön hozzánk. De Menév Misi neve pedig erre abszolút garancia. Igen, egy kis reneszánszal. Lesz minden, igen, lesz minden. Scarlatti, Piazzola. Scarlatti, Piazzola, így van, minden lesz, amit el lehet képzelni, és én is hallottam őt már jó párszor játszani, varázslat egy pillanat alatt elrepíti a hallgatóit. No, július 14-ét írunk, nem kell Párizsba menni ahhoz, hogy remek program lehessen, hiszen itt eljön nekünk Navracsics Tibor Brüsszelből azért. Miért is? Magyari Zoltán szobrát felavatni. Most már ugye a Kastély parkjában elég sok szobor található, viszont ott árválkodott egy posztamens, amire nagyon kívánkozott a szobor, amit már régóta eltervezett Elsimon László az alapítvány, Velencei Tavi kistérségért alapítvány alapítója, hogy ez kié lesz, és most eljött a nagy pillanat, hogy ezt a szobrot felavassuk. És mi szülte a szobrot, mármint a szobor gondolatát? Hát nyilvánvalóan ez itt Elsimon László döntése volt, vagy elképzelése volt, hogy elengedhetetlen, nagyon fontosnak tartotta azt, hogy Magyari Zoltán, aki nagyon fontos szereplője volt a korának, valamilyen módon megjelenhessen a parkban is. Ugye ott vele szemben több híres és kiemelkedő személyiség található már Petőfitől elkezdve Klebersberg-Kuhnon keresztül Széchenyiig, és hát ezt a sort folytatva most Magyari Zoltán szobra kerül oda. Igen, ez jelenthet a kortárs művészeknek is, hogy kápolnásnyék számít rájuk. Így van, ez így van. Aztán kísérje zene Gájer Bálint. A Gájer Bálint megint azok közé tartozik, akik berobbantak a magyar jazz swing életbe. Egy olyan típusú előadó, akit azt hiszem, hogy nem kell bemutatni a hallgatóknak. Ő július 21-én lesz a vendég. Hogy sikerült őt meggyőzni, hiszen
ez egy teljesen más műfaj, illetve egy olyan műfaj kavalkád, amit nem is lehet jellemezni igazából. Itt segítségemre volt Horváth Márk, akivel ez egy közös duó koncertjük lesz. Horváth Márk a Velencei tópartjának egy nagyszerű zeneisze, és egy fontos szereplője, és nyilvánvalóan a koncertek összeállításán azért igyekeztem becsempészni egy-két velencei tavi művészt is. Ilyen például Jónás Kriszta, aki majd a barokk esten fog énekelni, és ilyen Horváth Márk is. Úgyhogy szerencsém volt, mert Horváth Márk révén sikerült Gájár Bálintot meggyőzni arról, hogy ide el kell jönni, és egy ilyen, szintén ez is egy tulajdonképpen egy kamara koncert lesz olyan értelemben, hogy nem egy nagy zenekari, hatalmas, nagy hangzású szuperprodukció, hanem egy bensőséges hangulatú, egészen más hangzású koncert lesz ez, de mindent hozni fog, amit Gájár Bálint tud. Úgyhogy szerintem ez is egy nagy élmény lesz, és már most mondom, hogy nagyon fogynak a jegyek. Igen, tehát július 21-e, kedves nézőink, ne feledjék, hiszen swing, klasszikus, aztán latin zene, ami igen, Gájár Bálintnak különösen jól áll, és persze egy kis kortárs, és ezt bele kell csempészni. Ugyanakkor, ha egy kicsit emezzünk a mélyre, jön Beethoven már akkor augusztusban, Sárik Péter triójával. Ezen meglepődtem egyébként, mert ezt a triót én hallottam már. És én azt gondolom, hogy itt ők valóban meg tudják a mélységeket ragadni, azt a fajta Beethovent, akit mi szeretnénk hallani. Tehát semmi más nincs benne, csak Beethoven. Igen. Nekem a Várkert bazárban volt szerencsém először hallani ezt a hangversenyt, vagy ezt a koncertet, az ő Beethoven feldolgozásaikat, és egyrészt Péter fantasztikusan tehetséges zenész, és nagyon-nagyon alázattal közelít mindenhez, amit ő a zongorájára vesz, ha szabad így fogalmazni. Így volt ez Beethovennel is. Természetesen ez egy örök kérdés és egy örök vita tárgya, hogy szabad-e egy jazz együttesnek hozzányúlni egy olyan fantasztikus tehetségű klasszikushoz, mint Beethoven volt. Én azon a véleményen vagyok, hogy szabad. Nyilván ismerni kell, vagy ismerni érdemes Beethovent ahhoz, hogy el lehessen merülni abban a világban, amit a Sárik Péter trióhoz elénk. Ez egy egészen fantasztikus és lenyűgöző, és közben pedig nagyon-nagyon hangulatos, mély érzéseket felindító, ugyanakkor nagyon felszabadító pillanatokat is hozó program, amit a Sárik vetélyek elhoznak majd hozzá. Valóságos, és majd hát kézenfogva járnak a gondolataink, ugyanez a véleményem. És ehhez még hadd tegyem hozzá, amit ő ír erről az estről, hadd olvassam fel. Megtisztelő és hatalmas feladat egy olyan korszakalkotó zeneszerző műveit feldolgozni, mint Beethoven. Ámen, ez így van. Mint minden újragondolásnál, itt is nagyon fontosnak tartottam megőrizni a szerzemények eredeti üzenetét és hangulatát. Emellett megpróbáltam elképzelni, hogyha a mester ma élne, hogyan hangszerelni át saját darabjait. Úgy gondolom, ma is merész, karakteres és újító szellemű lenne. Ezt hozzátenném még így kicsit visszacsatolni, hogy ugye a Mozartról beszélt az imént, amikor János Ács és az Abrigia Szimfonikus Zenekar, hogy Francis Gould a 20. század egyik legnagyobb zongoraművésze, az osztrák zongoraművész mondta Mozartról, és ez kapcsolódik nagyon is Sárik Péter gondolatához, hogy azt mondta, hogy én úgy képzelem el a mennyországot, hogy ülök egy rózsaszínű felhő szélén Mozarttal, és négykezest játszom. Ugye? Hát igen. Igen. Azt hiszem, hogy lehet újra gondolni, és kell is, és azt hiszem, hogy ezzel megszólítani a fiatalokat, a klasszikus zenerajongókat, akik távolodnak a klasszikus zenétől, igenis érdemes. Nagyon. Mint ahogy érdemes lesz a Dr. Jazz Bandet is hallgatni, augusztus 18-án, két nappal nemzeti ünnepünk előtt, azt hiszem, hogy ez viszont a zene ünnepe lesz, kicsit másként persze, mint ahogy megszokottuk igen tőlük. Hát a Dr. Jazz Band pedig szintén egy velencei tavi csapat, és én nagyon szeretem őket hallgatni, ez egy könnyű levezetése lesz a nyári programnak, ez a kastélykoncertnek az utolsó állomása lesz ennek a sorozatnak, amit az idei nyárra terveztünk. Nagyon hangulatos, egy kicsit az a füstös kocsmák világát felidéző, mindenféle stílusban ők is játszanak, mindenféle hangulatot elő tudnak hívni, úgyhogy azt hiszem, hogy ez valóban egy
olyan típusú koncert lesz, amit az ember szívesen hallgat majd egy pohár jéghideg rozéval, vagy rozéfrüccsel a kezében. 20-as évek Chicagója, Los Angeles, New Yorkja köszön vissza, és azt mondom, hogy ez így van jól. Tehát én azt gondolom, hogy egy fantasztikus programot sikerült erre a nyárra összeállítani, és ha így visszatekintünk, akkor ez nagyon-nagyon javára szolgál, én azt gondolom, az egész megye kulturális életének, hát a Velencei tó térségéről ne is beszéljünk. Az egy más kérdés, hogy persze azt mondják, hogy mi más tenne a Velencei tavi kistérségért alapítvány El Simon Lászlóval az élén, vagy a Halászkastér Rodzsics Eszterrel és munkatársaival, ha nem ezt. Ugyanakkor én arra figyeltem fel, hogy nagyon nívós programok, tehát nagyon fontos ez, hogy mértéktartó egyik oldalról, a másik oldalról pedig a művészeti ágák valamennyivel megszólítja az embereket. Folytatható? Nagyon örülök, hogy így látja, mert hogy ez a cél. Mert ez abszolút fontos szempont volt, amikor én elkezdtem a kastély programját, vagy világát felépíteni, hogy a színvonal az mindenképpen nagyon magas legyen, és hogy valóban összművészeti, kulturális központtá válhasson a Halászkastély elsősorban a Velencei tó környékén, de természetesen a megyében, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy most már Budapestről is visszatérő vendégeink vannak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy van-e arra igény, hogy igényesen szórakozzunk, vagy igényes kulturális közegben igényes gondolatokat hallgathassunk, akkor a Halászkastély sikere, és annak a sikere, hogy például a Mozartest az több, mint teltházas volt egy pillanat alatt, és hogy a kastélymesék sorozatunk mindig teltházzal ment, az arra bizonyíték, hogy nagyon is van erre igény, és én őszintén remélem, hogy egyre többeket sikerül megszólítanunk, és egyre többen jönnek majd el hozzánk a programbeinkre. Gondolom, hogy nem lesz ennek akadálya. Biztos vagyok benne, hogy így történik. Nos, köszönöm szépen, hogy megtisztelt, Eszter. Én is köszönöm. És kedves nézőink, hadd mondjam akkor még egyszer, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum országjáró gömbsátra a Kápolnás nyugi Halászkastély udvarán június 14-ig megtekinthető. Azt hiszem, hogy az a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása, tárlata méltó az első világháború emlékéhez. Pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!